Módosult rendszerben jut idén az igénylőkhöz a magyar állam által felkínált oktatási-nevelési támogatás. A pályázatok elbírálása ez alkalommal Magyarországon történt, a programot lebonyolító Bethlen Gábor alapkezelőnél. A döntésről még nem sokan értesültek Erdélyben, arról viszont igen néhányan, hogy a pénz átutalása kizárólag az OTP bankon keresztül történik. A részletekről kérdezem a továbbiakban Tárkányi Erikát, az Erdély szinten adatgyűjtéssel, feldolgozással megbízott Romániai Magyar Pedagógus Szövetség képviselőjét, a Kolozs megyei RMPSZ elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát honnan adódik ez a kommunikációs zavar, mondhatnám, hogy még nem tudunk a döntésekről, de már azt tudjuk, hogy jelentkeznünk kell a bankba, hogyha át akarjuk venni a támogatást. Hát én ezt nevezném kimondottan kommunikációs zavarnak. Az történt ugyanis, hogy az adatfeldolgozásokat, amiután befejezte a Teleki Oktatási Központ, akkor az átküldött adatokat a Bethlen Gábor alapnak a átküldött adatokat, azt valamilyen szinten elkezdték már feldolgozni. És akkor a bank valószínű úgy döntött, hogy azoknak kb. 21%-a az adatoknak az, aki megjelölte az e-mail címét is, és hogy azoknak már elkezdi a kiértesítést kiküldeni, ugyanis az idei évben a kiértesítés is úgy fog történni, illetve úgy is történhet, ahogy a pályázati adatlapok kiosztása is, hogy a Pedagógusok Szövetsége minden megyében a megfelelő tanerőkkel, tanítókkal, óvónőkkel juttatja el ezeket a kiértesítéseket a diákokhoz, óvodásokhoz, azokhoz a pályázókhoz, akik ezt igényelték. De sokan azt sem tudták, hogy bank átutalással történik majd a pénz kézbesítése. Így van, az idei pályázati adatlapon nem szerepelt semmiféle ilyen jellegű hír a pályázó felé, viszont én azt mondom, hogy azért úgy finoman érezni lehetett azt, hogy ez a változás azért is történt, mert a támogató úgy döntött, hogy költséghatékonysági szempontból most átruházza másra a pályázati adatlapoknak a szétosztását, illetve az adatok feldolgozásának a módját. Valószínű, hogy ennek a költséghatékony gondolkodásmódnak az egyik ága ez, hogy akkor, amikor pályázott a szülő, egy adatvédelmi záradékot, amit aláírt, abban ő jóvá hagyta azt, hogy az alap eljárjon a pályázati összeg eljutatása érdekében is. Így pedig, hogyha ő ezt aláírta, akkor az alap így ezt a döntést hozta meg. És vajon ez pluszköltséget jelent az igénylőnek, a pályázónak? Az igénylőnek ez nem jelent egyáltalán semmilyen pluszköltséget, sőt a bank által elmondott információkból ezt a számlaszámot, illetve ezt a kártyát teljes mértékben juttatás nélkül, tehát ingyenesen kapja kézbe a pályázó, és most nem tudom, erről beszélhetek-e, hogy hogyan veheti fel esetleg majd persze, a pénzösszeget, tehát az illető banknál felveheti a pénzösszeget ingyenesen, illetve havonta kétszer felveheti a pénzösszeget más bankautomatánál is, ugyancsak ingyenesen, kezelési költség nélkül. Ez egy életre szóló kártya lesz, amit 3 évenként fognak újítani, és nem terheli semmiféle procedurális vagy bürokratikus papírkitöltő dologgal a pályázót, hiszen az adatai már a pályázati adatlapon szerepeltek. És akkor azt a bankszámlát nyilván egyébre is használhatja majd adott esetben. Így van, tehát adott esetben felhasználhatja más dolgoknak. Na most kérdezném, hogy állnak a pályázatokkal, az elbírálással? A pályázatok feldolgozása teljes mértékben befejeződött, ez szeptember elején a határidőre elkészült, és 110 ezer pályázati adatlap feldolgozása történt meg a Teleki Oktatási Központban, ez körülbelül olyan 155 ezer érintettet jelent, 155 ezer gyereket. Azt tudjuk elmondani, hogy két turnusban az alap úgy döntött, hogy két turnusban történik meg a kiértesítés. Ez a beérkezett pályázatok sorrendjében történik meg, tehát az első 50-55% pozitívan megítélt pályázót, azt kiértesítik szeptember 20-áig, illetve 20-ától folyamatosan, és több mint valószínű szeptember végétől már a pénzösszegeket is fel lehet majd venni a kártyáról, és akkor a következő döntést az alap október 20-án hozza meg, és október 20-a után várható a következő 40%-nak a kiutalása, illetve a kiértesítése, illetve a pénzösszegek átutalása. Az alap úgy tervezi, hogy
október végéig beszeretné fejezni ezt a munkát. Tehát, hogy az idén akkor... Így van, és a Pedagógus Szövetségnek a szerepe ebben csak a pályázatok adatlapjainak a szétosztása, illetve a Teleki Oktatási Központban való adatgyűjtés volt. Semmiféle pénzátutalási teheránk nem járult az idén, hiszen ezt az alap döntötte, hogy hogyan fogja megoldani a pénzátutalást. Tehát ez esetben az elbírálása is a pályázatoknak ott történt? Így van, az elbírálása is a pályázatoknak ott történt, az adat kézbesítését azt pedig mi végezt. Az adatok feldolgozását és kézbesítését pedig a Teleki Oktatási Központban végezték. Persze nagy kérdés az, hogy a nagyobb településektől távolabbra eső falvakban, más helységekben hogyan jutnak hozzá az emberek a pénzhez, hogyha nincs is a környékükön a megnevezett banknak fiókja? Ehhez a megnevezett bank hozzájárul, hogy valamilyen módon azokat, akiknek nincs lehetősége a környékükön, a közelükben vagy a lakóhelyükön bankfiókhoz jutni, valamilyen módon beosztott rendszerben a kiértesítések során valamilyen módon a kártyához, illetve a pénzösszeghez juttatja. Erről még ilyen megbeszélés szintjén folytak csak beszélgetések, több mint valószínű, hogy a bank erre oda fog figyelni különösképpen, hiszen nem kívánta terhelni a pályázót semmiféle plusz úttal vagy plusz munkával. Csak hogy ez egy új módszer, gondolom, így van, és akkor valószínű, hogy emiatt is. Ilyen helyzetek is adódnak. Azt is figyelembe kell venni, most elnézést, hogy közbeszóltam, azt is figyelembe kell venni, hogy az idei pályázatot később írták ki, és emiatt a pályázati határidő is június 30-a volt, ezért az egész eltolódás érthető, tehát hogy most nem szeptember elején kapták meg a pályázók a pénzösszegeket, hanem egy pici eltolódással fogják ezt kézbe kapni, ez nem kell ijegységet keltsen bennük, mert a dolgok azok jó úton vannak, csak még elhúzódik ennek. És örüljünk, hogy kapunk belőle, azt úgy is tekinthetjük. Így van. Egyébként mit tud ajánlani azoknak, akikkel már fölvette a kapcsolatot a bank, de még nem kaptak értesítést arról, hogy esetleg pozitívan ítélték meg a pályázatukat? A bank csak azokkal vette fel a kapcsolatot, akiket pozitívan ítéltek meg. Tehát akkor azok Így van. Az első turnusban mindenképpen csak azokkal. Tehát a második, október 20-án történő döntésig még a problémás helyzeteket a pályázók még javíthatják, illetve még módosíthatnak, vagy adatpótlásra felkérhetik őket, tehát erre minden pályázónak megvan, illetve azoknak a pályázóknak, akiknek adatpótlásra van szüksége, megvan egy 15 napos ideje, hogy ezt megteheti, ezért is szervezték ezt így, hogy most elsőben azokat értesítik ki, akik 100%-osan pozitívan elbírált pályázók, és a második turnusban pedig akkor majd mindenkit. A támogatás összege az marad? Igen, a támogatás összege változatlan, mi is erről értesültünk, tehát az eddig értesüléseink alapján ez változatlan, ahogy a meghirdetésben állt. Akit esetleg arról kellett értesíteniük, hogy pótolni kell a dokumentációt, az iratokat, azok szintén önökhöz kell forduljanak? A Teleki Oktatási Központ szervezte ezt az idén, tehát a pályázati adatlapok is megcímezve oda kerültek be, és én beszéltem is a központban dolgozókkal, és mondták, hogy nagyon hamar a szülők tényleg készségesen a rendelkezésére álltak a központnak, amikor kérdések merültek fel, vagy gondok. Például mondhatok egy-két ilyen gondot, olyan történetek vannak, amik így előre nem láthatók, hogy pályázik a szülő egy név alatt, és közben férhez megy. És akkor kiállítják neki a bankkártyát az adatai alapján, és kiderül, hogy ő nemrég férhez ment, és nevet változtatott, és akkor ilyen esetben felkérjük őt, és akkor ő más adatokkal még egyszer adatpotlás benyújtja ezt a pályázatot, és akkor ez megoldódik. De ilyenkor nagyon hamar reagálnak a pályázók, és tényleg nincs a semmi gond. Tehát mindenkit kiértesítettek, aki... És bizonyára az sem probléma, hogyha a felkért pályázó nem tud megjelenni az adott napon, vagy az e-mailben, vagy a levélben kiküldött napon természetesen a banknál, vagy tehát ez is a természetesen, így van. Ebben nagyon rugalmasak, mert a bank munkaidejéhez is lehet igazodni. Csak a kérés az, hogy ne jelenjenek meg hivatlanul, tehát várják meg azt a bizonyos kiértesítést, vagy papíros, vagy internetes postai, tehát elektronikus postai úton, mert a bank ezt egy bizonyos rendszer szerint hozza be. Tárkány Erika, köszönjük szépen, hogy válaszoltak kérdéseinkre. Köszönöm szépen én is.